A Paks elleni győzelmet követően újabb élcsapat ellen léptek pályára a nyíregyházi kosarasok. Székesfehérváron az első negyedben ott folytatták Millerék, ahol legutóbb abbahagyták, 10 perc után 29-18-ra vezettek a vendégek. A második negyedben nagyobb sebességre kapcsolt a házigazda, így a nagyszünetben már 3 ponttal jobban állt az Alba. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, a harmadik negyedet 13, a negyediket 16 ponttal nyerték a hazaiak, akik végül magabiztos játékkal érvényesítették a papírformát. Addig a pontig, amíg tudtuk kontrollálni a játékunkat és azt játszottuk, amit elterveztünk, addig egész szépen álltunk, de 5 perc alatt nem lehet összeomlani. Itt a, gondolok az első félidő 10. percében még mi vezettünk 9-10 ponttal, majd a 5 perccel később már a Fehérvár vezetett, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Illetve azért a számok nem hazudnak általában. A lepattanó harcot 25-23-ra nyerte a Fehérvár, illetve 7 asziszttal nem lehet lejátszani egy mérkőzést, ugye a Fehérvárnak 27 van. Az a 7 assziszt az jellemző ránk, sajnos ragad hozzánk a labda, nem azzal az önbizalommal játszunk, amivel kellene, nem passzoljuk időben a labdát, ha csak egy pici momentummal később megy, az már nem ugyanaz a helyzet, sokkal pörgősebben és folyamatosabban kellene játszanunk, mint ahogyan azt mi tesszük. A hazaiak edzője a győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett csapat a játékával. A második negyedtől tényleg összeraktunk a védekezésünk, és sikerült sokszor meg jó is védekezni, bár még mindig beesnek olyan hibák, amit szerintem egy másik meccsen, másik szituációkban szerintem drágánnal fogunk fizetni. A forduló további eredményei: Atomerőműese Zalaegerszeg 88-80, Pécs Kecskemét 72-63, Szolnok Körment 62-75, Szombathely Szeged 77-86, Jászberény Kaposvár 85-76 és Masz Sopron 59-88. A tabella élén a Szolnok áll 19 győzelemmel és 6 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműesét. A Marsó Nyíregyháza 5 győzelemmel és 20 vereséggel a 14. helyen várja az alapszakasz zárófordulóját, amelyben szombaton Zalaegerszegen lép majd pályára.